A szolidaritás és a támogatás erős üzenete fontos morális tényező a fronton harcoló katonák számára, mondta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az Európai Parlament liberális centrista Renew Europe képviselőcsoport Kijevbe látogató küldöttségének. Ez olyan jelzést ad nem csak a világnak, hanem az Európát és a világot védő népünknek is, hogy nem vagyunk egyedül. Fontos, hogy ezt az érzést a fronton harcoló katonák ne veszítsék el, fogalmazott Zelenszky. A Renew Europe képviselőinek kijevi látogatása a júniusi európai parlamenti választásokra való felkészülés része. Az Európában és az Egyesült Államokban esedékes különféle választások miatt jobb, ha nem csak a háború áll a középpontban. Az ukrán emberek és gyermekeink számára fontos, hogy Európa részei vagyunk, és Európa tudja, hogy mi vagyunk a pajzs, amely megvédi közös értékeinket, mondta még az ukrán elnök. Az EP választások mellett kiemelt téma volt az is, hogy Ukrajnának sürgősen szüksége lenne még több uniós fegyverre. Tudja, hogy egy európai védelemért dolgozunk, és miután az elmúlt két nap során elmondták nekünk azok, akikkel találkoztunk, hogy több fegyvert, több lőszert kérnek, Zelenszky is megerősítette, hogy az említett fegyverekre és lőszerre Ukrajnának valóban szüksége van, mondta a Renew Europe vezetője Valéry Ayé. Oroszország továbbra is ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadja az ukrán katonai célpontokat és a polgári infrastruktúrát. A legutóbbi légi csapások miatt az Ukrajna NATO tanács csütörtökön rendkívüli ülést tartott. Az Euronews helyszíni tudósítója azt mondja, hogy miközben Kijevben rendszeresen harsannak a légvédelmi szirénák, az EU tagállamok továbbra sem jutottak közös nevezőre Ukrajna rövid és hosszú távú támogatásával kapcsolatban. Az ukrán katonák hiány vannak a lőszernek, sokan pedig attól tartanak, hogy Vladimir Putyin orosz elnök egy még nagyobb háborúra készül.